karneváli boltban vettem egy ilyen pókot. És ezzel most nagyon meg akarom ijeszteni Adélt. Épp fürdenek a Natánnal, beteszem a konyhába, mert teát csinál magának, úgyhogy a fürdés után oda fog bemenni. Kezdődik itt a karnevál, a kölni karnevál, és arra gondoltunk, hogy hát mi is életünkben először megnézzük, hogy milyen. Nem hiszem el, hogy 5-6 napig az emberek reggel 8-tól este 8-ig maszkban, full sminkekben fognak itt a mászkálni az utcán. Ezt nem hiszem el. Jaj, Manu, te nem voltál még a kölni karneválon. Nem voltam még, ezért mondom, hogy simán lehet, hogy ilyen, de elég fura lenne. Pont ide jöttünk, itt van az a kis karneváli helyecske. Karneval discount. És és itt veszünk magunknak valamit. Kis parókát, nem egy kis kifestőt. Igen, sisakot, valamit. Sisak? Is. Hát egy kis sapka, tudod, kis sisak. Valami kis bolondos, bohócos. Igen. Egy udvari bolond legyél szerintem. De Manu, ahhoz neked nem is kell jelmez. De mi parókát vegyünk? Parókát is. Parókát is? Nem próbálod be? Milyen vagyok? Jó, nem? Na. Azt hiszem ez lesz az én választásom. Nagyon jó. Nézd ide! Manu, ez nagyon jó. Azt hiszem megtaláltuk. Ez nagyon jó. Ez te vagy. Na jó, hát ez a második, ami szintén nagyon te vagy. Hú, gyerekek, nem nagyon tudtunk bent forgatni, mert konkrétan annyian voltak, hogy szerintem lépni nem lehetett. De tényleg, lépni nem lehetett. Találtunk a Natánnak így a végére egy csacsi jelmezt, egy szamári jelmezt. Ő választotta. Kérdeztük, oroszlán akar-e lenni, vagy csacsi, vagy volt még valami? I-á. És ő azt mondta, i-á, i-á. Mi leszel holnap? I-á leszel holnap? Nem vettünk nagy dolgokat, tehát most nincsenek óriási jelmezek, kis parókát vettünk. Mondjuk én egy néger leszek. Én pedig egy nagyon menő 80-as évekbeli csajszi leszek, kicsit olyan, mint a Cindy Lauper. Jó reggelt! Jó reggelt mindenkinek! Hello gyerekek! Hanyadika van ma? 12. 12. Hétfő van. Igen, és ma van itt a Rosenmontag! Rosenmontag a főnap, ami itt a kölni karnevált illeti, úgyhogy megyünk mi is le. Óriás felvonulás, 1001 millió ember, igen. Mindenki jelmezben, így természetesen mi. Muszáj kiindni a szállat ahhoz, hogy sminkelj? Nem, elmennél? Micsoda megoldás, nem? Ez az én szépítkésem. Nagyon jó. Ha már lúd, legyen kövér, a fülbevalom is mutatja, micsoda karnevali hangulatban érzem magam. Tadá! De jó, milyen állat vagy? Készen vagyunk. Juhú! Indul a mantula! Vigyázz, kölni karnevál, mert jövünk! We'll be right back.
gyerekeknek természetesen. Én is szeretnék cukrot kapni. Halló! Ich bin... Da. Da. Ez egy tök jó mondat. Ez a világ egyik legnagyobb hagyományozó ünnepélye, amelyet a helybíriek 5. évszaknak neveznek. A nagy felhajtás közepette megválasztják a karnevál három fő figuráját. A karnevál hercegét, a karnevál szüzét, aki valójában egy női maszkarába bújt férfi, és parasztját, azt mondjuk te lehetnél idén, ne? Nagyon vicces, tényleg, hogy mindenki be van itt öltözve, tényleg, tehát idős, fiatal. A konszolidált idős pár is babák, a pici-pici babák a babakocsiban be van a öltözetve, ilyen mini jelmezbe, imád. Hogy tetszett a karnevál, Manu? Én nagyon imádtam, komolyan. Engem felpörgetnek az ilyenek. Imádom, amikor sok ember egy helyen örül valaminek, boldogok, buliznak. Élvezik az életet. Élvezik az életet, beöltözve mindenféle maskarába. Na jó van, ennyi volt ez a mai vlog, ez egy picit rövidebbre sikerült, de... Hát meg akartuk nektek mutatni, hogy milyen hangulata van ennek a kölni karneválnak. Ha szeretnétek a videónkat, akkor pedig iratkozzatok fel a csatornára, de tényleg iratkozzatok fel, nyomjátok meg ott a gombot, ott alul lehet. És osszátok is meg, igen. És lájkoljátok. Szevasztok! Tschüss!